Jó estét! Hát ma szellemi témákkal foglalkozunk, de azért kezdem egy kevésbé szellemivel, illetve szellemi ez a maga módján, hogyha a szellemnek vannak ilyen lefokozott állapotai, és ez pedig a Facebook. Na most hát ért engem egy olyan dolog, amin egyébként csodálkozom, hogy eddig nem. Jelesül letiltottak. Ezt így a kedves rádióhallgatóknak mondom. Nagyon megtisztelő, amikor bejelölik Martin Ethelwolfot, de most Martin Ethelwolf, aki amúgy egy híres ponyvaregény, egy ponyvaregénynek a főszereplője, egy őrült egyiptológus, az most 30 napos tiltás alatt van. Előtte volt egy hetes tiltás alatt, előtte két napos tiltás alatt, és így tovább. Mert az történt, hogy Martin Ethelwolf, akinek a Facebook oldala az egy nyitott kocsma volt, és az alapelve az volt, hogy ott bárki elmondhatja a véleményét, és a határ a nyílt uszítás, a rágalmazás, meg a fenyegetés, és az inzultáció és egyebek. És ezért, ugye ez egy olyan ritka Facebook oldal volt, ahol a volt nyilas vezértől kezdve a feministákon át, mit tudom én, Konok Péterig, Bozóki Andrásig, mindenki ott volt. Na de, ugye beengedtem a farkast az akolba, és visszajelöltem olyan embereket, akik aztán fölnyomtak. Nem a saját sérelmeimről akarok beszélni, ez csak egy neutrális tényközlés. A sajátot most elintézem pár mondattal, és utána jönne a lényeg. Most ezek a nyomorultak azt hiszik, hogy mennyire kibasztak velem. Egyrészt, hogyha bennem komoly mondani való van, akkor azt megírom publicisztikába, az megjelenik, azt megosztják sokan. Van rajongói oldalam, most már kettő is, az egyikben több mint 5000 ember van, aztán alakult egy új 300 nem tudom hány emberrel, tehát megosztják az emberek. Gondolom, szorult helyzetemben Robi is megosztaná a cikkemet, a maga 150 ezer követőjével, és így tovább. Na most, tehát elhallgattatni nem lehet, de most jön a poém. Én körülbelül már 4 éve, 5 éve időről időre kikapcsolom a Facebook oldalamat, mert egyrészt utálom, amikor függővé válok, és van ennél sokkal, de sokkal fontosabb dolgom. Én Facebookozni általában vonaton, metrón, meg ilyen helyeken szoktam, merőben szórakozásból. És az utóbbi időkben kurvára kezdett idegesíteni amúgy is a Facebook, és megfordult az elmúlt egy évben a fejembe, hogy törlöm az egész Martin Ethelwolf fiókot. Erre töröltetik velem. Ami meg már engem, hogy is mondjam, kicsit triggerel, tehát kevésbé tetszik. Tehát az a poén, hogy most abban a dilemmában vagyok, hogy egyébként jót tettek velem, mert pontosan te is tudod, hogy időről időre volt, hogy 2 hónapig töröltem saját magam. Tehát én van, amikor szeretek megszabadulni a Facebooktól. De amikor ezt valaki kívülről csinálják velem, akkor pedig ott vagyok, hogy ezt most hogyan kezeljem. Hogy ez egy jel, egy isteni jel arra, hogy most végleg megszabaduljak tőle, vagy pedig, hát, hogyha ezt meg annyiba hagyom, akkor ezek úgy gondolják, hogy valamiféle győzelmet arattunk, ami meg hát engem egy kicsit zavar. Na, ennyit a személyesről, és most egész másról szeretnék beszélni. Pontosabban a Facebookról. Na most, van-e itt valaki, aki végigolvasta-e a Facebook alapelveit? A közösségi alapelveket? Mert geci hosszú. Én sose olvastam végig, mint hogy én mindig is a nyílt beszédnek voltam a híve, és utálom a politikai korrektséget, én most végigolvastam, és olvasok belőle részeket. Nem fogom az egészet, mert az apu másfél-két órája azért mégsem a Facebookról szól,
sőt remélem, hogy esetleg egy fél óráig beszélünk róla, de hogy ugye ezzel kezdi, hogy elkötelezettségünk a vélemény nyilvánítás iránt. Hogy teret biztosítsanak az embereknek az önkifejezésre és a véleménynyilvánításra. A Meta szeretné, hogy az emberek nyíltan beszélhessenek a számukra fontos kérdésekről, még akkor is, ha vannak, akik nem értenek egyet velük, vagy kifogásolhatónak tartják őket. Na és akkor ez a süket duma megy, akkor hitelesség, biztonság, adatvédelem, méltóság, közösségi alapelvek, nem engedélyezett tartalmak, erőszak és bűncselekmények, erőszak és uszítás, veszélyes magánszemélyek és szervezetek, összehangolt károkozás és bűncselekmény népszerűsítése, korlátozott áruk és szolgáltatások. Na most itt csak zárójelben megjegyezném, hogy az utóbbi időkben egy halom kurva jelölt be mindenféle szexuális szolgáltatásokkal, és már a tököm tele volt a letiltásukkal. Lehet, hogy nem is valódi kurvák voltak, hanem tudjátok, ilyen algoritmusok. Öngyilkosság, biztonság, öngyilkosság, önsértés, gyermekek szexuális kizsákmányolása, gyermekek elleni erőszak, mesztelenség. A mesztelenséghez annyit, hogy volt, akit azért tiltottak le, mert a Milói Vénuszt kitette. Nekem egy régi japán festményemet letiltották emiatt, mert egy félig mesztelen női test volt, egy ilyen halszerű alakkal olyasmi volt, mint egy ilyen sellő, csak horrorisztikusabb. Felnőttek szexuális kizsákmányolása, megfélemlítés és zaklatás, emberi kizsákmányolás, személyiségi jogok megsértése, és jön utána a lényeg, kifogásolható tartalom. Gyűlöletbeszéd, erőszakot megjelenítő és durva tartalom, felnőtt mesztelenség, szexuális tevékenységgel való felajánlkozás, ez meg abszolút megy a Facebookon. Na most, gyűlöletbeszéd. Nézzük meg ezt az alpontot a kurva sok pont között. Nem olvasom végig, mert ez is rohadt hosszú. Csak mondjuk részleteket. Tiltjuk azokat a gyalászkodó kifejezéseket, amelyek használata a védett tulajdonságaikon keresztül támad embereket. Védett tulajdonságaikon keresztül. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy az emberek néha az elítélés vagy a figyelemfelhívás szándékával osztanak meg gyalászkodást vagy mástól származó gyűlöletbeszédet. Más esetekben az is előfordul, hogy az alapelveinket egyébként sértő beszédet, például gyalászkodást, az emberek vagy saját magukra vonatkozóan, vagy pozitív felhanggal használják. Szabályaink célja, hogy helyet adjanak az ilyen típusú beszédnek, de elvárjuk, hogy az emberek világosan nyilvánítsák ki a szándékukat. Ha a szándék nem egyértelmű, eltávolítjuk a tartalmat. Ne tegyél közzé az alábbiakhoz hasonlóat, egyes szint, és valami kurva hosszú. Ilyenek vannak benne, olyan beszéd vagy képi anyag, melynek célja az emberi mi voltól való megfosztás, összehasonlítás, általánosítás, vagy az alábbiakra vonatkozó, vagy azokkal kapcsolatos viselkedése vonatkozó, generalizált, írásos vagy vizuális formába tett kijelentések útján, rovarok, kulturális hagyomány szerint szellemileg vagy fizikailag alacsonyabb rendűnek tartott állatok, szemét, baktérium, betegség és ürülék, szexuális ragadozók, embernél alacsonyabb rendű lények, erőszakos és szexuális bűnözők, egyéb bűnözők, ideértve többek között tolvajok, bankrablók kifejezéseket, vagy annak kijelentését, hogy az összes védett vagy részben védett tulajdonság bűnöző lenne, létezéstagadó kijelentések, gyűlöletbűncselekmények koncepciójának, eseményeinek vagy áldozatainak kigúnyolása még akkor is, ha a képen nem ábrázolnak valós személyt, emberi mi voltól megfosztó célzott összehasonlítások, általánosítások vagy viselkedéssel kapcsolatos kijelentések írásos vagy képi formába, például feketék és emberszabásúak, vagy emberszabásúakhoz hasonló állatok, feketék és mezőgazdasági eszközök, feketék karikatúrái feketére festett arcú blackface szereplőkkel, zsidók és patkányok, zsidók, mint a világot kézben tartó, vagy jelentős intézményeket, például médiabirodalmakat, gazdaságot vagy kormányzatot irányító emberek, a holokauszttal kapcsolatos információk tagadása vagy elferdítése, muszlimok és disznók, muszlim személye,
muszlim személy és kecskékkel vagy disznókkal létesít-e szexuális kapcsolat? Na, kis komolyságot, emberi méltóság. Mi most vókok vagyunk, a kurva anyátokat. Mexikóiak és férekhez hasonló lények. Nők és háztartási tárgyak, illetve tulajdonként vagy tárgyként való utalás nőkre. Azt konkrétan tudom, hogy a szerbeknél a puska az a jó nő. Tárgyként való utalás transzneműekre vagy nem bináris emberekre, alantas munkát végzőként való utalás a dalitokra, vagy az érinthetetlenekre, vagy az alacsonyabb kasztokhoz tartozó emberekre. Ez volt az egyes szint. Most jön a kettes szint. Olyan tartalom, mely védett tulajdonságuk vagy tulajdonságaik alapján adott személyt vagy embercsoportot az alábbiakkal vesz célbe, célba. Alsóbbrendűséget sugalló általánosítások írásos vagy képi formában az alábbi módokon fizikai hiányosságnak számítanak a meghatározásunk szerint azok, melyek a következők valamelyikéről szólnak. Higiénia, korlátozás nélkül beleértve például a következőket, mocskos, koszos, büdös. Fizikai megjelenés, korlátozás nélkül beleértve például a következőket, csúnya, ronda. Szellemi hiányosságnak számítanak a meghatározásunk szerint azok, amelyek a következők valamelyikéről szólnak. Szellemi kapacitás, korlátozás nélkül beleértve például a következőket, ostoba, hülye, idióta. Iskolai végzettség, korlátozás nélkül beleértve például a következőket, analfabéta, tanulatlan. Szellemi egészség, korlátozás nélkül beleértve például a következőket, szellemi fogyatékos, retardált, őrült, elmeháborodott. Erkölcsi hiányosságnak számítanak a meghatározásunk szerint azok, amelyek a következők valamelyikéről szólnak. Kulturális hagyomány szerint negatívnak tartott jellemvonások, korlátozás nélkül beleértve például a következőket. Gyáva, hazug, arrogáns, tudatlan. Szexuális tevékenységhez kapcsolódó, lealacsonyító kifejezések, korlátozás nélkül beleértve például a következőket. Kurva, szajha, perverz. Alacsonyabb rendűségre vonatkozó egyéb állítások, melyek meghatározásunk szerint a következők. Valakinek a nem megfelelő mi voltáról szóló kifejezések, korlátozás nélkül beleértve a következőket. Semmire kellő, haszontalan. Kifejezések arról, hogy valaki valamilyen védett tulajdonság alapján jobb, rosszabb másoknál, korlátozás nélkül beleértve például a következőt. Úgy gondolom, hogy a férfiak magasabb rendűek. A normától való eltérésről szóló kifejezések, korlátozás nélkül beleértve például a következőket. Korcs, abnormális. Megvetés kifejezése írásos vagy vizuális formában a meghatározásunk szerint. Intolerancia önálló beismerése védett tulajdonságok alapján, korlátozás nélkül beleértve a következőket. Homofób, iszlamofób, rasszista. Arra vonatkozó kifejezések, hogy egy bizonyos védett tulajdonságnak nem kellene léteznie. Gyűlölet kifejezése többek között utálni, gyűlölni. Megvető kifejezések korlátozások nélkül beleértve például a következőket. Nem tisztelni, nem szeretni, hidegen hagyni. Undor kifejezése írásos vagy vizuális formában a meghatározásunk szerint. Arra utaló kifejezések, hogy a megcélzott illető rosszul létet okoz, korlátozás nélkül beleértve a következőket. Hányás, elhányja magát. Írtózás vagy undor kifejezése korlátozás nélkül beleértve például a következőket. Hitvány, undorító, fúj. Szitkozódás, kivéve bizonyos nemi alapú szitkozódásokat a szerelmi szakítás kontextusában, az alábbiak szerint meghatározva nemi szervként vagy végbélnyílásként való hivatkozás a célpontra, korlátozás nélkül beleértve a következőket, picsa, fasz, segjük.
durva szavak vagy kifejezések a sértés szándékával korlátozás nélkül beleértve a következőket. Baszni, kurva, faszkalap. Szexuális tevékenységben való részvételre, illetve nemi szervvel, végbélnyílással, széklettel vagy vizelettel való érintkezésre felhívó szavak vagy kifejezések korlátozás nélkül a következőket. Szopj le, nyald ki, egyél szart. Harmadik szint. Szegregáció, kifejezés, felhívás. Figyeljetek, már nem bírom végigolvasni, mert még tovább folytatja. Na, és ez csak egy alfejezet volt az egész, és annak a pontjai. Tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy a Facebookon gyakorlatilag bárki, bármiért, bármikor följelenthet, tiltathat bárkit. Az illető névtelen, tudjátok, házmester, feljelentő, besúgó, takonygerincű szar szemét. Nekem ilyeneket jelzett, azt írom egy ismerősömnek, hogy jaj, de köcsög vagy. Homofóbia. Miközben eszembe se jutott a buzizás. Ilyenekért kikereste az illetékes, takonygerincű, besúgó, följelentő elvtárs régi kommentjeimet, érted? Ki nyomozta, ahol azt írom, hogy köcsög. Akár viccesen. Például, ja, a másik. Ezt a kedvességet bal oldalról kaptam, a magyarországi vókoktól, ne, miközben az utóbbi időben már végig a NERT meg a jobb oldalt fikáztam, ami egyébként megint kurva érdekes. Már azt hittem, hogy a vókkal meg ezzel a szarral nem kell foglalkoznom, és most fogok majd foglalkozni vele. Ezt garantálom. Na most berugdossák az embert, vágod? Berugdossák az embert a lövészárokba. Átrugdossák. És ebből az a tanulság, hogy az a kísérletem, ami évekig működött, hogy az enyém egy nyitott kocsma, és mindenki azt mond, amit akar, egy bizonyos, tényleg az úszítás, meg ezek voltak a határok, csak akkor töröltem embereket, meg ilyen durva személyeskedések esetén, és akkor sem, amikor velem személyeskedtek, hanem inkább másokkal, és ez nem megy. Ez nem megy. Zuckerberg birodalmába gyakorlatilag olyan hosszú a lista, hogy csak a kegy van, meg a véletlen, nincs jog. Érted? Nincs. Totális önkény van. Bármiért följelenthetsz bárkit. Bármiért. Érted? Homofóbiáért azért, mert a haveromnak azt írtam viccesen kommentbe, hogy köcsög vagy. Értitek? Az utolsó, amiért egy hónapos letiltást kaptam, az az volt, hogy kritizáltam, hát kicsit trágár módon, hogy most már minden szart töröl a Facebook, a faszom tudja miért. Ilyen szavakat, hogy köcsög, idézőjelbe, 30 napos tiltás. Na, ennyit a Zuckerbergről, és az az igazság, hogy én világéletemben nem voltam oda Elon Muskért, de talán az egyetlen pozitívuma ennek az embernek eddig, hogy a Twitterről kizavarta ezeket a szarházi köcsögöket. Robi? Na, én csak azt nem értem, hogy te miért fedezed még mindig ezt a valakit? Nem, figyelj, azért, mert magánlevél volt, Robi, és egy magánlevelet nem adhatunk ki. Na jó, csak hogy felhívom a figyelmedet arra, hogy ő feljelentett téged, te tudod, hogy ki, de te a te feljelentődnek, akiről tudod, hogy ki, a nevét mégis szeretnéd diszkréten kezelni. Így van. Így van, két okból. Két okból. Mert tiszteled őt. Alófasz tisztelem. De akkor... Alófaszt. A cipőmön a tetűt jobban tisztelem, mint őt. Igen. Nem, azért, és egyébként az egy lelki roncs, figyelj, az egy fehér gyűlölő náci. Náci. Hagyományos, rendes értelembe vett náci. Figyelj, nem. Két oknál fogva. Magánlevelet nem adunk ki. Én ezt mindig tartom. Legyen a magánlevél tartalma bármi.
Ha te most kiadod, az a te felelősséged. Én ugyan nem. A másik pedig még inverz módon se szeretnék ezeknek a szardaraboknak reklámot csinálni. Tudod? Mert ezeket olvassák tizen, vagy mit tudom én, tudod? Engem meg több ezren, meg hallgatnak több tízezren. Vágod? Például ezért nem. Jó, értem, nem. Értem. És van egy harmadik, ez a fontosabb oka, amivel kezdtem. Ez csak egy apropó. Nem a személyes sérelmeim itt a lényeg, bár nyilván vannak természetesen személyes sérelmeim, és van indulatom, mert emberből vagyok, de... Érted? Én többször le akartam magamat törölni a Facebookról, tehát nekem ez nem egy kurva nagy érvágás, lófasz ez, hanem azért, Robi, mert ennek van egy általános tanulsága, és erről kéne beszélni. Várjál, bocsáss meg, még két dolgot szeretnék mondani, hogy miért volt tele a tököm az utóbbi időben a Facebookkal, politikától függetlenül. Az egyik, amikor beszélgetek, tudod, egy barátommal, vagy éppen a feleségemmel, hogy kéne, mit tudom én, mosógép, és akkor megjelennek napokon keresztül a Facebookon a mosógép reklámok, tudod, de nem szeretem, ha lehallgatnak. És ez... Emellett például mindenki elmegy. De mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, hogy te intim módon beszélgetsz mondjuk valakivel, és a Facebook arra reagál. Ez kibaszó, ez nagyobb gáz még, mint a feljelentés. És mondok még valamit, az internet bugyrába, meg ugye a Facebook mennyire a reklámok így, úgy, amúgy. Nem tudom, tudjátok-e, ki az a Papp Lajos, szívsebész. Egy nagyon híres magyar szívsebész. Jó, ilyen nemzeti radikális, kicsit sámán, meg izé, de egy kiváló szakember, és egy kiváló ember egyébként. Na most, megy a Facebookon egy reklám vele valami gagyi szar termékkel, és nem tudta két éven át levetetni, bazd meg. Vágod? Mert valami olyan, izé, úgy van, tehát jogilag nem tudta megtámadni, mert pedig az arcát meg a szavait használják, de hát őt csak idézik, pedig mintha ő reklámozna a terméket, mert mit tudom én, a szerver valahol Romániában vagy Bulgáriában van, és nem volt jogszabály arra, érted, hogy ezeket megtámadja, ezeket amúgy ilyen ismeretlen arctalan szarháziakat. És a Facebookon ez megy, de ha én a haveromnak azt írom, hogy jaj, bazd meg, ne legyél már ilyen köcsög, azért föl lehet jelenteni, és le lehet tiltatni. Ennyit a Zuckerberg birodalomról. Remélem, JHVH majd megadja neki a... Hát egyébként lehet, hogy nem is a Zuckerberg itt a lényeg, hanem ez az egész mechanizmus, tudod? Nem a Zuckerberg. De itt a Zuckerberg is, igen, a Zuckerberg, aki eladta a világot Putyinnak nagyjából. Ennek két eleme volt, ugye? Hát úgy is mondhatjuk, hogy a Cambridge Analytica-nak, de úgy is mondhatjuk, hogy Putyinnak meg a Brexitnek. Tehát így is mondhatjuk. Ez Zuckerberg a dollárért, a még több pénzért, a kurva jó ajánlatért. És ő most kompenzál, de tudod? Mindig üzletember kompenzál, volt. Miközben ő szervezte ki Európából ugye a Trump által Amerikát és Nagy-Britanniát. Ezért hát ez ő nélküle nem sikerülhetett volna. Ez a merénylet a világrend ellen. Aha. És ő ebben főbűnös. És ő diktálja, tudod, a kifejezéseket, amiket használhatsz. Baszd meg, te évekkel ezelőtt azt nyomattad az aput, nem is tegnap, meg nem is tavaly, hanem már vagy 3 éve, hogy a Facebooknak a világos oldala a YouTube, és a sötét oldala a Facebook. Az internetnek. Mit mondtam? Az internetnek a fényes oldala a YouTube, és a sötét a Facebook. És nem is értettem. Azóta lett TikTok, várjál azért... De várjál, de tudom, hogy, tudom, a lányom kamaszlány, tudom, mi az a TikTok, bazd meg. Egyébként kínai. Igen, de hogy a leigázása, lezajlott a leigázása a közösségi térnek, a közösségi agórának, a kocsmának, hogy úgy mondjam. Ja. Ez a
jött a Zuckerberg, jött egy innováció, ami így a tech világból jönni tud, és az az innováció így leigázta a közösségi teret. És ő ezután ezt kinevezte a saját házi buliának. Hogy, és aki neki nem tetszik, és akire ő rát, ő meg az ügyvédei, akik megírták ezt a szart, rá tudnak mutatni, és bárkire, tudod, az takarodjon a Zuckerberg házi buliá. Nem muszáj Facebookhoz, tudod? Ez a hozzáállás, miután leigázott, letarolt mindent. Na jó, de ő és tudod, főbűnös ebben a merényletben, tudod, az észak-atlanti világrend ellen, és ő diktál. Aha. Hol van a politika? A demokrata elit ébredt rá, mert hát ugye a republikánusok azok, meg a troll jobb oldal az azért szövetségese volt a Zuckerbergnek, hanem a demokrata baloldal kap a fejéhez, hogy úristen, mekkora társadalmi, meg nemzetbiztonsági kockázat ez. A demokrata baloldal, amikor a Facebookon a vók nyomul? De már ők kezdik el, el fingatni a... Érted? A Trump az azért hidd el, hogy nekik is fájt. Itt nem az, hogy a republikánusok nyertek egy választást, vagy kormányoztak, hanem hogy a republikánus párt az ki lett forgatva önmagából. Aha. Hát, más szintre lett emelve a kultúrharc. Más szintre lett emelve a... Hát most a Trump utáni világ az miket hozott, miket termelt ki. A Trump elnöksége nyomán. BLM. Me too. Ezek mind azután jöttek. Hát az, tudod, emelt a téten a Zuckerberg segítségével ez a troll jobb oldal. Aminek a, hát hogy mondjam, itt Magyarországon is van egy erős lerakat itt a Kárpát-medencében, hogy úgy mondjam. Igen. Magyarország tényleg olyan Magyarország, mint egy Én úgy gondolok Magyarországra, mint egy rossz oldal hangoló a földnek a testén, amivel behangolják a rossz oldalt. Meg kell találni ahhoz, hogy játszani tudjon rajta az, aki az Isten hangszerén játszani tudjon. A rossz oldalt be kell hangolni. És a Magyarország az egy ilyen hangoló. Rá kell nézni, és az mindig a föld testén, mindig a rossz oldalon áll. Aha. És az Isten így hangolja be a földet. De akkor a Kárpát-medence mégiscsak különleges hely. Igen, az. Az átok, a turáni átok, ilyen átka nincs senkinek. Ez tart minket életben. De nagyjából az, hogy ezt fejezte ki azzal, hogy nekünk Mohács kell. Ja, bizony. Szóval, mi a nagy célhámosság, amit a Zuckerberg végrehajt? Mi a Facebook? Ez a döntő kérdés. És ugye az egész techvilág ennek a Zuckerbergnek a követő módjában van. A Zuckerberg az, aki kiforgatta a közösségi tereket a mi voltukból. És akkor ugye, tudod, úgy vetődik fel a kérdés, hogy platform vagy kiadó. A Zuckerberg ráadásul az Instagramnak is a tulajdonosa. Tehát, hogy ő két igen nagy szeletet is birtokol a tudat kontrollja, meg a tudat vívőanyaga fölött. Micsoda a Facebook? Micsoda platform vagy kiadó? Ez a döntő kérdés. Ebből következik a szélhámosság. Platform vagy kiadó? Mind a kettő válasz legitim. Ez mind a kettőt be lehet tölteni. Mind a kettőre van jogi kategória. Hogyha ez egy platform, akkor olyan, mint mondjuk egy telefontársaság, ami nem felelős azért, hogy a telefonon te mit beszélsz a haveroddal. Téged számon lehet kérni, a telefontársaságnak semmi köze hozzá, de semmi köze nincs hozzá, de felelőssége sincsen. Se beleszólása, se semmi. Az egy platform, az így működik. Ha kiadó, mondjuk mint egy könyvkiadó, vagy egy lemezkiadó, hát az egész más. Akkor neki igenis felelőssége van abban, hogy mit ad ki. Viszont bele is szólhat.
abba, hogy mit ad ki. Na most mi a Facebook? És a Zuckerberg azt mondta, hogy hát attól függ. Attól függ, hogy a felelősségre akarnak vonni, akkor ez egy platform. De tudod, ha bele akarok szólni, akkor ez egy kiadó. És mindkettő játszik. Csak ügyvédek kellenek hozzá, tudod, mindkettő játszik. És ennek az el nem döntése hozta létre ezt a... És tudod, aki szóba hozza, annak teletömik a zsebét pénzzel, meg a pofáját. Így vagy úgy nem lehet megkérdőjelezni a hatalmukat, mert bírják a fizetési versenyt a társadalmakkal. Győzik a fizetési versenyt a társadalmakkal. És tudod, az az érvelés, hogy azért kell ezeknek a minisztereknek ilyen rengeteg pénzt kapni, mert hát ezek a cégek hát kurva keményen bértárgyalnak. Hát itt ez a és egyébként a német tőkés elit az vastagon benne van Európa eladásában. Most nem pusztán erről az Orbán sokat, Viktor, nem, biztos, nem pusztán az Orbán Viktorral, hanem az orosz, az oroszokkal, oroszokhoz fűződő meghitt kapcsolatukkal. Látom, sikerült a Facebookból elmenni a... Igen. Na, ez még egy spin-offot igen, írtunk. Igen. Na, igen. Maradjunk a szólásszabadságnál. Maradjunk a szólásszabadságnál. Ez egy fontos dolog. Jó, ha én egy postahivatal vagyok, a postahivatal az nem felelős a levelek tartalmáért. Nem tud így eljárni, nem tud így működni. Miért is működhetne így? Hiszen ő neki felelnie kell, de kiknek? Kiknek? Kik határozzák meg a védett tulajdonságok sorát? Ez a fogalom. Védett tulajdonságok. Visszatérő fogalom. Melyek a védett tulajdonságok? Mi alapján azok a védett tulajdonságok? Ki jelöli ki? Hol a papság? Ezek a szociológia tanszékek. A szociológia tanszékeken döntik el, hogy mik a védett tulajdonságok. És a szociológia... És kik döntik el, Robi? Hát... Kik? Olyanok, akik ha úgy jönnek ki jól a dologból, akkor tudósok, ha viszont amúgy jönnek ki jól a dologból, akkor politikai aktivisták. De a tudomány erejével politikai aktivisták. Én inkább fordítva mondanám, politikai aktivisták tudományt űznek, vagy tudománynak nevezik az áltudományos szarukat, tudod? Tehát ez a woke politikai aktivizmus, tudod, ez a politikailag korrekt, meg kritikai fajelmélet, tehát ez a szennyhullám, ennek a tudományossága kb. Annyira komoly, mint a Siriusi magyar gének az Altaisról, tudod? Meg az árják a sarcsillagról jöttek, és puha csontjuk volt, és szellemlények voltak félig, érted? És az atlantisziak is germánok voltak. Ez körülbelül kurvára hasonló a nácizmushoz. Már a régi, tehát ez a izéhez, érted? Ugyanaz az áltudományosság, csak idézőjelbe vett Balosba, mert egyébként ez kurvára nem Balos, mert a baloldaltól semmi nem áll távolabb, mint az embernek a bőrszíne általi megkülönböztetés. Érted? Hát a kritikai fajelmélet az éppen, hogy erre épül. És azért... A megkülönböztetésre. Pontosan. Ja. Nem, hát ő azt állítja, hogy a megkülönböztetés az alapja az ember, az ember és ember kapcsolatának a megkülönböztetést, éppen azt kell helyreállítani a megkülönböztetést. Meg kell szüntetni. De mindezt úgy, hogy mindenkinek a fejében legyen egy kis 101-es szoba, ahol... Jaj, képzeld el, bocs, ahol megszégyenítik, ma voltam a dokinnál, és már a telefonban mondta nekem, hogy most a 102-es szobában vagyok, nem a 101-esben. Úgyhogy mindig a 101-es szobában volt, és mondtam neki, hogy olyan jó oda járni. Na, bocs, ez kis színes itt a komor témánkba. Szóval azért nézzük ezt a Facebookot, aztán menjünk a komolyabb témákra, mert ez tényleg egy kutyakomédia, bár nem, maga a Facebook nem. Maga a Facebook szerintem nem kutyakomédia, hanem egy nagyon durva cucca világunkba. Egyébként annak idején nem csak az apu mondta ezt a Puzsér, én teljesen el voltam képedve,
amikor még volt a Simicska Hír TV-n a műsora, és ott is voltam párszor, és akkor a 10 legnagyobb katasztrófa, ha jól tudom, és akkor ott volt az atomháború, mit tudom én, és bazd meg, második helyre tetted a Facebookot? Tehát teljesen el volt, azt hittem, ez már trollkodás, ilyen poénkodás, bazd meg. És második helyre tetted a Facebookot, tehát előtte volt, bazd meg, az atomháború, meg a vegyi fegyverek, meg a kulturális, nem is tudom, szingularitás, ilyen apokaliptikus, és Facebook. Miközben neked is van oldalad. Egy fejjel. Az Antikrisztusnál ám. Ma jelentelek, hogy azt írtad Majka papáról, hogy csúnya, vagy mit tudom én, érted? És törlik az oldaladat. Egy feljelentésnyire voltál attól, hogy megvilágosodj, de aztán feljelentettek, és... Várjál. Belátod, hogy a második hely világos, jogos. Világos, figyelj. Fejezd be, és még valamiről szeretnék beszélni, jelesül a feljelentő embertípusról. Függetlenül ettől a kedves akárkitől, általában. Na, mondja. A Facebook az egy hallatlan nagy rablás, egy nagy kifosztatás, egy nagy kifosztatás története. Az internet hőskorának a vége, az internet szabadságának úgymond a vége. Internet Orwelli vétevése. Igen, így van. És azért mondtam, hogy a YouTube a fényes oldala, mert én nagyjából úgy látom, hogy van különbség annak a megközelítésében, hogy a YouTube hogyan bánik a szolgáltatóival, és hogyan bánik a Facebook. A Facebook úgy bánik, hogy te bejössz ide, és azt mondja neked a Facebook, hogy köszöntelek, örülj, hogy itt lehetsz, barátkozzál, de bármiért kibaszhatlak, úgyhogy vigyázzál. Na ez a, és időről időre ki is baszlak, aztán visszajöhetsz 30 nap múlva. Ugye megtanultad, hogy mit is, azt nem mondom. Ott az irányelv, olvasd el. Na, és rengeteg is ez az, na most, ha YouTube-ra mész, akkor a YouTube azt mondja neked, hogy hello, te akkor mostantól az üzlettársam vagy, kössünk egy szerződést. A szerződés értelmében a kattintásaidnak egy bizonyos része engem illet, egy bizonyos része téged, mert én nekem az az érdekem, hogy neked ez megérje, és ezért ebben növekedni tudjál, és én meg az algoritmusaink segíteni fognak téged. Nem arra fognak vadászni, hogy basszunk ki veled, hanem hogy hogyan segítsünk téged abban, hogy megtaláld a magad közönségét, meg a magad közösségét. Érted? És pénzt osztunk vissza neked abból, amit keresünk. A Zuckerberg azt mondja, hogy gyere ide, termelj nekem végtelen pénzt, és örülj, hogy nem baszlak ki. Na ez a Facebook. Hát azért... Bocsássál meg, én nem mentegetek multikat. Az nem az én műfajom. De azért nem lehet nem látni a különbséget a kettő megközelítés között. Világos, tudod mi a kettő közt? Rájöttem, baszki. Most rájöttem. A Facebook kapitalista... A másik meg ilyen sztálinista államkapitalista. Ja, de közben, várjál csak, de ne üzletelne, tudod? Ne üzletelne, hát pont a troll jobb oldallal. Ja, de oké, de a működési mechanizmusát... De érted, legalább fanatikus lenne. Na jó, de a sztálinizmus fanatikus volt, amikor a spanyol polgárháború idején az anarchistákat föladta Frankóéknak. Vágod, a sztálinizmus az már geci cinikus volt. A Sztálin szerintem érted? Tartott attól, hogy lesz egy nyugati tanácsállam, és az nagyon más lesz, mint az övé, és az a modell előttem. És még a német, a Ernst Thälmannékat is, a német kommunistákat, kurva erős volt Németországban a kommunista párt, és attól tartván, hogy egy erős kommunista Németország, a szociáldemokraták egyébként még erősebbek voltak, de azok is marxisták voltak, és ezért ő örült annak, hogy a Hitler lekaszált őket a picsába. Érted? Örült neki. Egyébként hoppá, szóval, hogy... itt a főjelentés kapcsán, ez csak egy érdekesség, hogy működik a főjelentői agy. Olyanért is főjelentett az idézőjelbe vett balos, vók, kedves elvtárs, ami elvtárs nő egyébként, ami NER ellenes volt, bazd meg. Tehát a NER-t cikiztem,
és följelentett, ahogy Sztálinék az anarchistákat odaadták Frankónak. Mert az eszköz, az csak egy eszköz, és van a cél, vágod? Hogy ártson. Tehát itt, hogy ártson, és akkor a jobb. Erre mondják az, hogy rossz indulat, hogy igazán annyira rossz indulatú, hogy akár jó, akár az ellenkezőjét is megteszi így azért, van. Hogy ártson. Így mint van. Amiben hisz. Nem a neki nem tetsző posztokat jelentette bazd meg, hanem amin keresztül tiltathatott, és az legyen bármi. Na ez a tiszta bolsevik, ez a szintiszta bolsevik gondolkodásmód. Na, és azon izéltem, hogy én képtelen lennék erre, de még ezeknek is. Tehát így gondoltam, hogy mit tudom én végigmenni az oldalukon, és akkor bejelenteni minden. Bazd meg, és olyan undor fogott el, magától attól a mozdulattal, mert olyan mélységes undor fogott el, hogy én bejelentsek bármit, még ezeket is, én képtelen lennék valakit följelenteni. Én kétszer tettem életemben rendőrségi följelentést, egyszer, amikor ellopták a fizetésemet, másodszor, meg amikor meglógtak a pénzemmel egy vállalkozásban. Ekkor, és mind a kétszer közös feljelentés volt, nem csak én. Én egész egyszerűen, amit a legaljának tartok, az a feljelentés. Érted? Akkor face to face. Bazd meg, az tök. Mondok egy példát. Egyébként kurva tanulságos. Annak idején emlékszel, hogy a tradicionalistákkal nekem milyen háborúm volt? Ez egy szélső jobboldali csoport. Emlékszel, még te nemrég fedezted föl azt a nagyon rég írt cikket, és mondtad, hogy milyen gyűlölet pezseg ellenem. Hát akkor én voltam minden. Álbutista, kókler, zsidó bérenc, kommunista, fizetett ügynök, minden. Ilyen nagyon durva cikkeket nyomtak ellenem. Bazd meg, egyik se jelentett fel. És egyik se akarta megfúrni a Facebook oldalamat. Egyik se. Érted? Az lehet, hogy mondjuk agyonvert volna, de nem jelentett fel. A Vogue bazd meg följelent. Miközben amúgy az egyikük, az bratyizott velem. Érted? Van különbség. Van különbség, bazd meg. A jobber szarrát rancsíroz, meg miket írnak rólunk, a Beavis and Butthead-ék, de közben eszükbe nem jutna, hogy megszüntessék a te oldaladat. Robi, eszükbe nem jutna. Ma benn voltam a Karc FM-be, oda jött a Jesszi. Azt írja, hogy mikor megyek hozzá a rádióba. Miközben hát finoman szólva se elvtársak nem vagyunk, se haverok. Érted? Puzsér hülye. És írják ellene a cikkeket. Egyik se jelentett föl. Bazd meg. Aizék, hát jó, én most nem őket mosom, bazd meg. Nem, de van egy különbség. Igenis, ezt a különbséget tisztel. Még a náciknál is, bazd meg. Lehet, hogyha hatalomra jutnak, akkor vagy fegyvert fogok, vagy emigrálok, bazd meg nagyon gyorsan, de mégis az egész más, mint az a patkány működésmód. Érted? Ez a patkány működésmód. De elhenceget nekem. Mivel? Hát azzal, hogy följelentett téged. De nem a Jesszi. Persze, hogy nem a Jesszi. És nem a jobberek. Persze, hogy nem. Ja. A feljelentőd. Így van. Rájött a Puzsérra, hogy milyen jól tettem. Elhenceget nekem. De ne foglalkozzunk vele. De már egy jó ideje jelezte nekem, hogy ő jelentget. Hogy ő jelent. Nem mondjuk nem el, én mondjuk tiltakozom. El. Én biztos, hogy nem mondom van el. Van személyiség. Nem engem jelentett fel. Még ennek is van személyiség. Nem engem jelentett fel, és én nem akarom őt kiadni, és szerintem én is úgy gondolom, hogy ez a helyes. Ez a helyes, igen. Ez a helyes, majd az Isten megbünteti, bazd meg, tényleg. Jaj, ne kelljen már, hogy az Isten megbüntesse. Én biztos hát nem fogom. Ne kelljen már, hogy ezért biztos. A sérelmedért az Isten megtorlást vegyen rajta. Nem az én sérelmem. Te hülye fasz. Én nem az én sérelmemért, bazd meg, mert egy Facebook oldal letiltatása az lófasz. Hanem ezért a mentalitás, tehát akinek ez a mentalitása,
én hiszek abba, hogy egy idő után ezzel majd szembesül. Tudod, ez egész más. Ez egy mentalitás. Nem ellenem a mentalitás. Érted? És mi van akkor, én értem, de mi van akkor, hogyha nem szembesül soha, hanem kibaszott cinikus. Akkor mert... így van. Érted? Akkor meg ez van. Védekezni kell ez ellen, tudod? A jelenség ellen. Uh-huh. Nem ez ellen, az egy akárki ellen. Uh-huh. A jelenség ellen. És ezt csírájába kell elfojtani. Csírájába. A jelenséget, érted? Uh-huh. A jelenséget. Csírájába. Robi, ha ide bejön a Vogue, bazd meg, akkor itt semmi nem lesz. Semmi, bazd meg. Semmi. Érted? Az Orbánt fogod visszasírni, akit folyamatosan szítsz. Én meg tudod, azt érzem, hogy lassan ezzel szemben is megtermeli a nyugat, mint ahogy mindennel szemben eddig megtermelte. Bár csak így lenne. A maga például Elon Muskot, aki most tesz ez ellen, bazd meg. A Mars terraformálója. Maga antitestjeit, igen. Bizonyos igen. Értelemben az Elon Musk is most már ennek a... Így van. Ő is érzékeli ezt. Az igen. Isten áldjon meg téged. Egyébként nem pszichopata, mert Asperger szindrómás, mint a Greta Thunberg, az Elon Musk. Világos. Más világos, tudat, más világos, tudat. Világos, na, világos. Mindegy. Szóval egy szót még, aztán szerintem térjünk át a másik témánkra, mert már kezdem unni. A Vogue-kal majd fogunk külön foglalkozni, de az most ne a mai este, mert vannak érdekes meglátásaim és gondolataim, amit majd megosztok a nagy közönséggel. Még annyit, hogy a feljelentő, tudod, ez a feljelentő, így a Vogue kapcsán. Általában egyébként szerintem azok szoktak feljelenteni, és tiltani, és a cancel culture erről szól, és ezt majd a későbbiekben részletesebben fogjuk mondani, nem a mai este, akik amúgy terméketlenek, szellemileg impotensek, semmit nem tudnak, középszerűek, tele vannak kisebb rendűségérzéssel, és ezért akarnak tiltani. Ezért akarják átírni a slágerek számait, ezért akarják letiltani a klasszikus színdarabokat, mert hülyék, mint és a seg. Nincsen tudod, saját, nincsen, itt van. Nincsen saját kultúrájuk. Nincs saját kultúrájuk. Nincsen saját kultúrájuk. És ezért semmit romantizálják tudnak, semmit... a sose volt atlantiszi, meg inka, meg egyéb kultúrákat. Semmit nem tudnak alkotni. Semmiük nincs. Fehér vászonra, fehér festékkel fröcskölnek. Így van. Így van. Nincs kultúrájuk, csak a dekonstrukció, tudod? És nincsen semmi, ami abszolút, hanem minden, tudod, a deridai értelemben relatív. Most szegény Derrida az messze, én nem szeretem, de hát nehogy már ezekkel összevesd. Szerintem ő a gondolkodásnak... Legalább egy szellemi ilyen... ember volt, bazd meg. Hát démoni figura. Jó, mindegy. Én ismertem egy tanítványát. Nagyon sötét, olyan nicsei. Tehát olyan, jó, olyan, igen. De ezek azért már attól a szellemi szintől messze vannak, érted? Aktivista. De ráadásul ezek nem olyan aktivisták, mint mondjuk a Szikra, vagy mint a Város mindenkié. Érted? Azok legalább kimennek a csövesekhez, kimennek a kilakoltatottakhoz, ezeknek az aktivistáskodásuk a feljelentés. Ez az életművük. Majd ezzel állnak bazd meg az Isten színe elé. Tudod, mi az életműved? A ház, amit Jack épített, érted? Feljelentettem. Nem, olyan jól feljelentettem, megakadályoztam őt is a gondolkodásban, vagy azt hittem, hiszen nekem sincs egy fia gondolatom se, hát neki se legyen, ne mondhass el a véleményét. Őt is megakadályoztam, olyan jó volt följelenteni, talán még be is nedvesedtem tőle, bazd meg, a jó kis feljelentésektől. Vágod? Vagy fölállt a faszom, mert pasik is vannak ebbe a körbe. Mástól nem, ugye? Kokainra nem telik, hát akkor feljelentés. Stimulálja. De ez a mentalitás, ez mindig jelen volt. Ez mindig is jelen volt. 20. században is. Figyelj, most voltam a Karcefembe,
és a lentulaival is szóba került ez a cucc, és mondja, hogy hát ez a házmester mentalitás mennyire megszaporodott az internettel, és mondom neki, hogy hát azért szerintem, ismerve a 20. századot, volt ez bőven akkor is, csak tudod, az interneten már mindenki lehet kis házmester a számítógépképernyő mögött. Tudod, hogy Facebook huszár is. Face-to-face nem, mert a többségük amúgy gyáva szar. Amúgy gyáva szar. De a kézé, följelentő, ismeretlen, a névtelen levél megírója, vigyék el őt, és enyém legyen a zsidó lakás, bazd meg. Tudod, ez a mentalitás. A gázmesterek, amit a Vörös Sándor írt, bazd meg. Tudod, abszolút, abszolút. Na, miután eljutottunk a... De ez a Facebook... az valójában ez a szuperszámítógép, amit megjósoltak a science fiction írók, hogy majd lesz egy szuperszámítógép, ami le fogja igázni az emberiséget. És jött az internet, és volt egy kurva nagy optimizmus, ami ehhez tartozott. És ennek voltak még így a magyar webben is ilyen nagy élményszerű pillanatai, mint a matula.hu. ami egy ilyen hallatlan nagy szólásszabadságról, egy hallatlan nagy véleményszabadságról, szabad nyilvánosságról, hát a hőskor, igen, ról tanúskodott. És hogy a Facebook volt az, ami ezt végül leigázta, és így lett a szuperszámítógép a minden számítógép felett, ami teljesen önkényesen így újraírja, azt mondja, hogy a régi normák nem jók. Nem jó normák, nem a kellő normák, nem a megfelelő normák. Hanem ez tudomány. A norma az tudomány. Itt vannak az avatottak, akik értik a normákat, akik beavatottak, akik pontosan tudják, hogy kik azok, akiknek a sérelme jogos, vagy egyáltalán ők osztják a jogot, vagy úgy osztják föl a sérelmeket, meg a sérelmi követeléseket, ahogyan az amerikai telepesek osztották föl a földet. Na, ez hogy, jó. Hogy, ez de hogy a védett tulajdonságok megnevezése, a védett tulajdonságok megnevezésének a joga, tudod, ebből következik a politika. A jobb oldalatról jobb oldal már csak erre reagál. Ja, a probléma gyökerénél mi van? A Facebook csak most nagyon kitűnik, és most már a jobb oldalnak, meg a bal oldalnak is feltűnik, hogy ez nagyon-nagyon súlyos probléma, de hogy ez mikor derült ki, hogy ez ilyen súlyos probléma? Ez a bal oldaliaknak nem volt probléma a Trump előtt, meg a Brexit előtt. Ezt ők szabadságnak hazudták. Még a szerencsétlen Vágó István is, aki nekem kiabált át, hogy ha ez nem szabad média, akkor te most nem hallod, amit mondok, vagy így belém kötött, minden esetre belém szállt az öreg úr. De milyen szempontból ez a nem szabad hogy én média? Nem, én fölhívtam a figyelmet arra, hogy nagyon veszélyes az, ahogyan a Facebook kezeli a nyilvánosságunkat. És erre a Vágó István, aki az Orbán rendszerben egyetlen egy szabadságot él, az a Facebook, ebben a szabadságát élte meg. És engem helyreigazított, hogy hülye vagyok, meg nem értem az innovációt, meg a fejlődést, tudod, birodalmi progresszivizmus. Abszolút. És labancok. Igen, és aztán rá két évre, hát az öreg urat is letiltották 30 napra, úgy, ahogy téged. Valaki feljelentette. Ja, de nem és te voltál. És a szerencsétlen öreg ugye nem te voltál. Nem én voltam. De köszönöm a feltételezést. Jól esik! Egyébként mi a Robival azok vagyunk, akik azoknak a szólásszabadságáért is kiállunk, akiket nem szeretünk. De még azokért is, akiket akár utálunk. De azért, mert akiket utálunk, azoknak a szólásszabadsága sem más, mint a mi szólásszabadságunk biztosítéka. Pontosan, ez, így van. Nincs két szólásszabadság. Nincs két szólásszabadság. Övék szabad, és a miénk meg nem szabad. Nincs két szólásszabadság, és aki ezt csorbítani akarja, az diktatúrát akar. Na, Robi, figyelj, térjünk át, mert egyébként már ebbe az irányba mentél volna, az lenne a mai fő témánk, hogy a mesterséges intelligencia hova jutott?
Ugye? Egy picit már, egy picit elkalandoztunk ebbe az irányba, és ugye egyre inkább járják be a Facebookot, bazd meg, a izét, már nem, itt az algoritmus, itt az algoritmusról beszélünk. Így van. Az algoritmusról, az algoritmus uralmáról akarunk beszélni. Így van, pontosan. Az algoritmus uralmáról, ami az emberiség szelleme fölött teljes mértékben kiterjedt. Nevezzük Skynetnek, úgy az egyszerűség kedvéért. Igen. Hívjuk úgy, hogy az ideális megtérülés elve. Az algoritmus. Ja, ja, ja. Az ideális megtérülés elve. Az áttörés bármilyen különös a sakkban történt. Aha. Sakkprogramokban fejlesztette az ember a mesterséges intelligenciát. És egy bizonyos ponton, persze ezek a sakkprogramok egyre jobban és jobban sakkoztak, meg az amatőröket ütötték, vágták, de hát az igazi sakkozók már az első osztályú sakkozók, még nem is mesterek, már az első osztályú sakkozók, azok laposra verték ezeket a programokat. A processzort fejlesztették. És kiderült, hogy nem ott van az áttörés. Teljesen rossz volt a megközelítés. És jött egy innováció. Jött egy innovátor, aki átgondolta. És az volt az innováció, hogy nem a processzort kell fejleszteni, a processzornak egy átlagos sakkozónak kell lenni, kell egy iszonyatos méretű adatbázis, iszonyatos mennyiségű partival, és a megtérülést kell súlyozni, és a megtérülést kell kalkulálni. Erre a lépésre, ami bármilyen, vagy erre az állásra, ami bármilyen állás kialakul, erre vannak már partik lejátszva. És azoknak a következő lépésének a viszonylatában lehet kalkulálni azzal, hogy a parti meg lett-e nyerve, vagy el lett-e veszítve. És ezt százalékosan lehet tudni, és ebből a statisztikából optimalizálni lehet a következő lépést. Így működik ez az algoritmus. Úgy hívták a sakkprogramot, hogy Deep Blue. Ez volt az első olyan program, amelyik igazán komoly sakkozókat is megvert, és aztán megverte a világbajnokot is. És aztán a mai sakkprogramokhoz már csak sakkprogramok férnek hozzá, már nem, mert nem a processzor, nem okosítani kellett a sakkprogramot, hanem csak iszonyatos mennyiségű adatot kellett értékelnie, számolnia vele, és azokból kialakítania a következő megfelelő lépést. Alapszinten kell tudni sakkozni a magának a programnak. Vagy még úgyse. Mert ebből már a következő lépések következnek. És így lett ez az innováció. Én nekem az a tapasztalatom a nyilvánossággal kapcsolatban, hogy ez az algoritmus, amelyik optimalizálja ugyanúgy a te tetszésedet, mint ahogy a parti megnyerését. Szolgál ki téged a világgal, a tartalommal, a mindennel, ugyanolyan hatékonyan, mint amilyen hatékonyan megnyerte a partit a világbajnok ellen. Iszonyatos mennyiségű adat elemzése, és az azokhoz tartozó választások értékelése és megfelelően súlyozott kalkulációja során. Nem ez történik? Nem ez a nagy tudás? Nem ez az, ami alapján a mesterséges intelligencia beáll az ember helyére? Nem úgy, hogy okosabb lesz, nem úgy, hogy lesz benne egy tudat, amelyik majd felveszi a versenyt. Nem ezen az úton. Értem. Figyelj, abból indultunk volna ki, mert itt már eljutottál ilyen filozófiai kérdésekig. A mesterséges intelligenciának van-e purusája? Bocs, ezt a szót tudod. A purusa az óint filozófiában a lélek, de az alany. Tudjátok, azt mondja, egyébként az Upanishadok nagyon szép szót használ, az a pici ember, aki megcsillan a szemekben. Tehát amikor látod, hogy valaki kinéz belőle, tudod?
a démoninak, egyébként kurva nagy teológiai irodalma van az egésznek, Florenszki írja az ikonosztászba, hogy az ördögnek csak héja van, külseje, maszkja, érted? Belül nincs senki. És valahol ilyen a mesterséges intelligencia, nincs alanyisága. Egyébként lehet, hogy maga az intelligencia sokkal fejlettebb, mint az emberi, de nincs lelke, mert nincs alany. Nincs az aki, nincs benne az aki, aki kinézne belőle. Na, itt de most mi nem erről, nincs benne az átman, ha úgy tetszik, hogy ilyen védantá kifejezést használjak. De most ettől függetlenül abból indultunk volna ki, már múltkor, a múlt apun, hát ez már vagy 3 hete volt, így a Robi mondja nekem, hogy milyen fasz a képeket fest a mesterséges intelligencia. És mondom, igen, és minden stílusban, minden stílusban. És tulajdonképpen 2 kurva nagy kihívás áll előttünk. Illetve az egyik nem kihívás, vannak az egyik programok. Az tisztító tűz. Azt mondja a Robi, vagy nem, te mondod? Meg akarom előzni az ejakuláció prékoxot. Na. Hát, hogy még... Előbb lőjük le a poént, mint hogy elmondjuk a viccet. Az ejakulációt előzöd meg, vagy még a korai ejakulációt, tehát akkor még egy ejakuláció prékox, mert ahogy mondod, érted? Tehát, de nem egy ejakulációval előzöm meg az ejakulációt. Hanem mivel? Csiklóorgazmussal. Legyünk vókok. A viccel mesélésével. Már a vókoknak nincs csiklójuk. A viccel mesélésével hátráltatom a poént. Jó. Na, igen. Na, mondjad. Hogy hallgatom. Vagy most mit csináljak? De most miért? Vagy most kellek a vicchez ilyen? Álljak be valami pózba? Hát bazd meg! Ezt a rádió hallgatóknak mondom, úgy néz rám, mint aki vár tőlem valamit. De nincs semmim. Már mindenemet odaadtam. És még nem is köcsög, mondja a kolléganő. Ja. De vigyázz, mert Zuckerberg hívei letiltanak. Cancelezik a aput. Bezárják a mulatót. Vannak ilyen programok, amikbe beírod azt, hogy milyen festőnek, vagy milyen műfajnak megfelelő mesterséges intelligencia képet akarsz látni, és beírod azt, hogy kik szerepeljenek a képen. Miket akarsz látni a képen? Hogyha akarsz, belerakhatsz olyan képeket, amikhez hasonlóakat akarsz látni. És a mesterséges intelligencia az felülírja azzal, amit ő kiszámol. Igen. Ebből a, hát ez a big data megközelítés. Kínai kommunista párt ugyanilyen szoftvert üzemeltet a társadalmára vonatkozóan. Márpedig az nem kevés ember. 1 milliárd 200 millió vagy valami ilyesmi mennyiségű ember. És ezeket az állampolgároknak van egy besorolásuk. Mindegyiknek van egy besorolása. Ugyanez alapján, a big data alapján. Figyeli az internetes, szociális média aktivitásukat. Figyeli a preferenciájukat. Ugyanúgy értékeli, ahogyan a Facebook algoritmus értékeli a te buborékodnak megfelelő klímát. Ahogyan a YouTube algoritmus ugyanígy értékeli a te személyes preferenciáidnak, te ízlésednek megfelelő klímát. És ugyanezt csinálja a Spotify is, meg az összes ilyen. Az dobálja föl neked, ami mondjuk én nem Spotify-olok, úgyhogy ezt nem vágom, de úgy képzelem, hogy minden olyan, ami innováció, az ezekből meg ezekre épül, az nem nélkülözi ezt. Mert ez az ember szokásainak a kiismerése. Ugyanúgy kiismeri a kínai kommunista párt a kisembernek a szokásait. És azt mondja, hogy ezekhez a szokásokhoz, ehhez a médiafogyasztáshoz, ehhez a minőségű véleményszabadsághoz, ehhez ez a szabadság tartozik hozzá, mondjuk a kerékpár, amivel bemész a munkahelyedre, vagy amivel hazajössz. Vagy mondjuk ehhez olyan szabadság tartozik, hogy használhatod a tömegközlekedést, vagy használhatod a gyors vasutat. Tudod, és ez csak attól függ, hogy proletár vagy, vagy párttag, vagy a belső párttagja.
most az orwelli kategóriákra utalok vissza. Na, proli, és proli. És ugyanilyen, igen, ugyanilyen módon működik az összes big data alapjain álló algoritmus. Ennek az ős állapota, a prototípusa volt ez a Deep Blue nevű sakkprogram. Ami a profilozás valójában is nagyon érdekes, hogy hol vetődött fel a profilozás az elmúlt évtizedekben, mint a sorozatgyilkosoknak, azoknak a indíték nélküli bűncselekményeknek, amelyeknek mégis van valamiféle törvényszerűségük, csak nem ismerjük azokat. Azoknak a leírása során az FBI fejlesztette ki ezt a fajta műveletet, hogy kevés információ alapján hogyan lehet létrehozni egy olyan profilt, ami alapján lehet szűkíteni a gyanúsítottaknak vagy a gyanús személyeknek a körét, ami alapján el lehet fogni ezeket a sorozatgyilkosokat. Mert itt nincs indíték. Igen, az áldozatnak az életéből, meg a sorsából semmi nem következik a gyilkosságra. Nem mutat arra semmi. Nem egy barátja, vagy egy volt barátja, vagy egy... Jó, most elmagyarázod, bazd meg, az egész mesterséges intelligenciának az evolúcióját. Azt hittem, hogy erről beszélgetünk. Igen, de a művészetre akar... Bazd meg, de majd nem, rámegyünk, nem? Igen, csak nem akartam az ejakuláció prékokszot, de azért mosolyogtam és néztem így rá, hogyha akarod, ha már annyira akarod, akkor csináljad. Nagyon, nagyon, nagyon. Na igen, szóval, hogy arról van szó, hogy ugyanaz, ami történik a művészettel, ugyanaz megtörténik a társadalmakkal is. Ez Kínának a válasza a kínai középosztályra. De Kína akkora társadalom ezzel a tömegnyi emberrel, aminek már a középosztálya is egy másik Európa. Ja, ja. Egy másik Európa ugyanazokkal az életmódbeli preferenciákkal, ugyanazokkal a szokásokkal, ugyanazzal az igénnyel a világra, ráadásul az egykézést rájuk is kényszerítették. Mondom, hogy az egykézést. Ne törjétek össze a berendezést. Jó, tudom, mesterséges intelligencia, és előjött belőletek a főemlős. Oké, értem, hogy megijedtetek. Amikor rengeteg főemlős be van zárva egy íz, és a mesterséges intelligencia, mint egy isten megjelenik, és akkor töritek a poharat, de mi még emberek vagyunk egyelőre. Na. Na, és ugyanezt történik. A feljelentők nem azok, de mi még igen. Na. Tehát beleírod azt, hogy akarsz látni egy templomot, akarsz látni benne egy papot, és azt szeretnéd, hogy Van Gogh fesse meg, és akarsz látni térdepelni egy nőt előtte. Te előtted, és ne is folytasd. Nem, a pap előtt. A pap na előtt jó. Igen. Hú, bazd meg. És köszönje meg a pap, hogy nem egy gyereket. Olcsó humor volt, Robikám. Térjünk vissza a lényegre. A művészetre. És a mesterséges intelligencia megfesti neked. És hogyha Zuckerbergnek az algoritmusaiba úgy a jogi osztály is beszáll, akkor lehet, hogy az atya az tényleg, hogy is mondjam, leszopatja a minisztráns fiút. Érted, hogy mit mondok? Most kicsit elvesztettem. Nem, most arról beszélek, hogy a politika az beleszól a művészetbe. Világos, én értem. Figyelj, térjünk vissza a mesterséges intelligencia. Akkor lenne egy kérdésem. Akkor érted? Jó. Na, most ezt, nagyon, most ezt megrajzolja neked, megrajzolja neked Van Gogh stílusában ezt a képet akartam. A mesterséges intelligencia. Ez igen. Most még egy kicsit béna, de már látni benne a Van Gogh ilyenyeket. Okay. Már látni benne, hogy a dolog működni igen. Fog. Már csak már még sokkal több adat kell, meg még nagyobb sávszélességű értem, működés kell hozzá. Értem. A kérdésem a következő. Bármilyen stílusban megfest bármit. Igen. De új stílust kitalál-e?
Na, itt van az első kérdés. Kitalál-e új stílust? Nem tud kitalálni új nem stílust. Nem tud kitalálni új stílust? Jaj, szegény. Na most... akkor viszont járjon neki kvóta. Hiszen áldozat. Most visszatértünk. Nem tud kitalálni új stílust. Szegény, így van. De most miért? A mesterséges intelligenciának nem jár? De csak jár. Mert mesterséges? Csak te fasiszta! Meggyőztél, csak akkor jár neki, ha feljelent. Az az igazi emancipatorikus vók. Akkor elhisszük, hogy ember. Akkor elhisszük, igen. Ilyen na. Szar csak ember lehet. Így van. Na, visszatérve, figyelj Robi, azért a múltkor te azt mondod nekem, itt az udvaron kint, hogy azért is üdvözlendő a mesterséges intelligencia, mint művész, mert leszámol a szélhámossággal. Ez most nem annyira a lényegi mondani valónk, vagy legalábbis az enyém nem, de ez egy pici varga betű, csak ne legyen egy 20 perces puzsérmonológ, legalább mondd el, hogy mit értettél ez alatt. Mi az, hogy szélhámosság? Na hát, amikor... Én hoztam neked egyébként hozzá segédanyagot. Amikor van benned egy belső segédanyagot hoztál? Igen. A lányommal, aki erősen artisztikus teremtés, szoktunk, rajztagozatra jár. Nem mondom meg, melyik gimnáziumban a vókok meg fogják őt fenyegetni, és följelentik, hogy én vagyok az apja. Szóval, ez egy kiállít, direkt elhoztam a Ludwig Múzeumból, előhívás, és tele van ezekkel a, tudjátok, ezekkel a, hát nem is tudom minek, ez már nem avantgárd, ez már post-post avantgárd, ilyen formabontó cuccokkal, és az a lényeg, hogy mit tudom én, mondjuk két ember csinál egy performance-t, és mondjuk az egyik ilyen spárgát köt egy deszkára, és megpróbálja fölállítani, az ledől, és akkor a másik fölállítja, és ezt csinálják órákon keresztül, viszont írnak hozzá egy kibaszott hosszú filozófiai szöveget. Álfilozófiai szöveget. És akkor a Robi szereti ezt a típusú művészetet. Én egyébként kedvelem, mert kibaszott vicces. Már a 15 éves lányom átlátja, hogy mi ez, és már szoktunk poénkodni. A Robi valami miatt nem kedveli úgy, mint én. Miért nem kedveled Robi? Na hát a szélhámos... Robi esete az, most számunkra tanulságos lehet, ha az, már terápiás ülésen ülünk. A szélhámos az ránéz erre a műalkotásra, akármilyen műalkotásra, és azt érzi, hogy úristen, ő semmi másra nem képes, mint másolni, integrálni és visszatükrözni. Másolni, integrálni és visszatükrözni. De most megfejtetted a szélhámos tudatát. Igen. A feljelentő tudatát miért nem tudod így? Távolabb áll tőled, hogyha így megfejtetted a szélhámos tudatát, akkor benned is van belőle, bazd meg. Vagy körülöttem. Volt alkalmam megfigyelni, ahogy megfigyel, integrál, visszatükröz. Na mindegy. Szóval a lényeg, hogy ő másol. Másol, integrál, és visszatükröz. És ez tulajdonképpen egy belső big data algoritmus. A szélhámosnak. A szélhámosnak. A tudatában. Pontosan. Aha. Pontosan. És most eljön a gép, ami sokkal jobb, mint ő. Tudod? Ami sokkal-sokkal hatékonyabban máshol integrál, visszatükröz. Mert ez valójában ugyanaz. Semmi új, semmi szerves, semmi, ami a sorsból következik. Igen. Semmi, ami a szenvedésből következik. Amiben az ember tulajdonképpen a művészet... Az igazi művész. Az igazi művész az a szenvedést, a gyötrelmét átlényegíti egy műalkotássá, amit amikor elfogyaszt a befogadó, akkor az annak már nem fájdalom, hanem már katarzis, már szépség. De hát ez nem így szolgáltatja be az áldozatra szánt állat a saját húsát az embernek, aki elfogyasztja.
és utána ugyanúgy azt érzi, hogy hoppá, tehát hogy valójában ennek a, ez a befogadás, ez a lényeg, ez az híd, ami átível a lélektől lélekig, úgyhogy érinti az eget. És az a katarzis, amelyben érinti az eget. Na, ezt nem tudja a mesterséges intelligencia, és nem tudja a szélhámos. Várj, most a szélhámos, kapott egy... intelligenciára. Na, úgy lett vége, bocsáss meg, úgy lesz vége a mesterséges... Performance. Na jó, igen. Nagyon mély jelentése van ennek a mozdulatomnak, hogy ezt a töltőt tartom. Elvileg mentem volna, hogy a mobilomat töltessem, de rájöttem be az meg, hogy ez is egy műalkotás. Hát, hogyha az műalkotás, hogy valaki egy banánt fölragaszt, és 100 000 dollárért árulja, hát akkor bazd meg, én itt tartom a közönségnek a töltőmet, hát ez még sokkal jobb műalkotás. Na Robi, tudod, hogy mi ez a banán? Ez a banán, ez üzenet mindenkinek. Nincs többé művészet, csak a network van. Csak a mi baráti kapcsolatrendszerünk van. Csak a telefonomban lévő telefonszámok és az ahhoz tartozó ismerettség van. Nincs semmi. Semmi nincs. Semmi nincs, ami a művészetet megkülönbözteti a nem művészettől. Na mit szóltok? Mert ha bármi jön, ami a művészetet megkülönbözteti a nem művészettől, és rámeri mondani arra, hogy ez az, te meg egy szélhámos vagy, az Hitler. Az Hitler! Hitler! Vagy a banán a művészet. Tudod? Igen. És ez egy olyan dilemma, baszd meg, ahol kurva nagy hiba volt, hogy az értelmiség ennek aláment, és azt mondta, hogy jó, hát akkor legyen a banán a művészet, csak a Hitler ne legyen. Tudod, nem lett volna szabad soha. Soha a kurva életben, hanem azt kellett volna mondani, hogy szélhámos vagy, baszd meg, és nem, Hitler kártya meg nem játszik, és arcon fejjel le. Várj, de várjál, ez, amit most a Puzsér mondott, hogy de szélhámos vagy, baszd meg, ez nem a császár új ruhája? De. Ez de. Nem az, baszd meg, de. Hogy, és a szélhámosokat, ó, tényleg, baszd meg, a királynak a semmiből szövik a szélhámosok, baszd meg, kiszedik a pénzét, szó szerint. A ruháját, és mesztelenül megy, és persze mindenki oda van, hogy gyönyörű, csodálatos, és az kisgyerek, az ártatlan mondja, hogy de hát mesztelen, ha mesztelen, érted, szóval... Kurvára ez a úgynevezett modern művészet nagy igen, része. Igen, igen, és mindenki tudja, hogy mesztelen, de mindenki tudja, hogy nem tudhatja senki, hogy ő tudja, hogy mesztelen. Ja. Mert akkor lelepleződik, nem ért a művészethez, ha azt mondja, hogy szélhámos, nem ért a korszerű művészethez. Hát ő a szégyelné, ha megszégyelíté, hogy a banán nem művészet, pedig kurvára. A banán az... Gondolj csak bele, hogy mennyi asszociációd van. Hát ebben te megvilágosodhatsz, és nem világosodhatsz meg benne. Igen. Végig hazudtak. Abszolút. Kurvára nem. És még mindig nem vagyok Hitler. Na mi a kurva anyátok van, basszátok? Ezt tagadtátok. Na tapsoljatok. De tudjátok, miért tapsoltok? Mert fasiszták vagytok. Még mindig, hiába nyaljuk Amerika seggét, hiába hadakozunk ezekkel a trollokkal, gecikkel, cirikusakkal, kiégettekkel. Várjál, Robi, mielőtt megnézem a lovamat, meséld el a közönségnek azt a gondolatodat, és arra fogok majd reklamálni, bazd meg. Facebook, tessék, ez a Facebook belém égették. Na, szóval arra fogok reflektálni, hogy a mesterséges intelligenciának ez a technikája, ez miért számol le a szélhámossággal? Hát azért, mert a szélhámosok, azok nem tudnak ilyen... De ne egy mondatba. Nem tudom. Itt most egy nagyon egyszerű igazságot nagyon hosszan kell elmondanom. Hát ez azért van... Mert a szélhámosok, azok tulajdonképpen nagyon kis kapacitású, big data adatbázisú számítógépek. Szerény processzorokkal, szerény adatbázisokkal. Ezt a versenyt nem fogják bírni. Ahogy egyébként nem véletlen, hogy a képzőművészet a demonstrációs objektum
a művészet válságához, vagy a művészet kiüresítéséhez, vagy a, hogy úgy mondjam, nem véletlenül ez a betörési pont a mesterséges intelligenciának a művészet területére, hiszen a fénykép akárhogy is, az azért nagyon csúnyán odabaszott a képzőművészetnek. Mondjuk nagyjából úgy, ahogy a meteorita a dinoszauruszoknak. Én értem, hogy azután volt egy nagy fellángolás az avantgárd festészet, meg a nagyjából a 40-es évekre lezárult ez az időszak. Ez a izmusoknak a sorozata. És azóta az ismétlődik. És azóta a képzőművészetben nem nagyon van innováció. És ez szerintem nincs semmi baj azzal, hogy az emberiség tovább lép. És bizonyos műfajok kifutnak. És bizonyos művészeti ágak elsüllyednek. Még azzal sincsen semmi baj, bár úgy gondolom, hogy még a képzőművészetben is van tere az egyéni alkotás lehetőségének, de hogy ez egyre szűkül, az egész biztos. Hogy a fényképezés az, hogy a mesterséges intelligencia, meg a Photoshop, tehát hogy ezek elmossák a határokat is. A lényeg, hogy a képzőművészet az egy olyan kísérleti terep, ahol a mesterséges intelligencia a legkönnyebben tud csalni. Jó, a sakkban könnyebben tud. Mert az egész ugye miről szól? Arról, hogy a gép embernek adja ki magát. A művészetben is, a sakkban is, még az állam vezetésében is, utalok itt a kínai kommunista pártra. De lehet, hogy Xi Jinping az már gép? Nem, az elnyomatás mechanonja gép. Abszolút. Figyeljetek, egyébként a kedvenc science fiction szerzőm, aki nem igazi science fiction szerző, csak azért lett science fiction szerző, mert Amerikában élt az 50-es, 60-as, 70-es években, Philip K. Dick, aki hogyha máshol él, akkor misztikus lett volna. Van egy kiváló novellája. Ez nem egy regénye, ez egy novella. Az a címe, hogy az apáink hite. És egyébként az egy nagyon, de még irodalmilag is csodálatos. És a ilyen Maóról mintázott nagy testvérről van benne szó, és a főhős meglátja annak az igazi valóját, és kiderül bazd meg, hogy az egész ember voltak éppen egy gép, egy kurva nagy mikrofon bazd meg egy állvánnyal, ami csak beszél. Érted? A főhős egyébként meghal a végén, szeretkezés közben, mert az a legszebb. Azt mondta, hogy olyan, mint hogyha visszamennénk a izébe, tengerbe kagylóként valami, nagyon szép lírikus novellája. És ebbe, érted? Már abban az időben ezt teljesen látta a faszi. Teljesen látta a faszi, érted? Nem olyan rettenetes az, hogy egy művészeti ág elsüllyed. Nem olyan rettenetes. Az emberiség tovább lépett. Új művészeti ágak megszületnek. Ott van a film. Ott van a film. Megszületett a film. Az eddig nem volt. Nyilvánvaló, hogy ezután egy keretben lévő képet nézni, hát és ezt is a nem köt le. A mesterséges intelligencia megcsinálja a filmet. Na, arra kurva kíváncsi leszek arra a történetre. Na, Robikám, ha a festményt megfesti, a filmet is megcsinálja. Előbb-utóbbi. És úgy, hogy a faszod elsül, bazd meg. Mert olyan Scorsese filmet csinál, amilyet még a Scorsese se. Hoppá, Puzsérkám, rábasztál. Előbb-utóbb lehet, hogy megcsinálja, de ha megcsinálja, kár lesz-e, hogy megcsinálja? Lesznek olyan Scorsese filmek, amikre a Scorsese-nek se ideje, se ereje, se... Értem. Csak a mi buborékunknak, tudod? Na, csak a mi buborékunknak legyártva. A mi buborékunk, mi majmok még a barlangba, akiknek van lelkünk, tudod? Mondok neked valamit. Aztán vagy egyet értesz velem, vagy nem. Tehát tényleg azt gondolod, őszintén azt gondolod? Szabadság van. Ha nem értesz egyet velem, teljesen jó, csak tarkon lőlek, de oké. Okay. Te őszintén elhiszed azt, hogy a mesterséges intelligencia által gyártott film katartikus lesz? Nem. Akkor miért mondod, hogy elsül a faszom tőle? A festmény tőle? Se. Azért, mert te leírtad a képzőművészetet. És mondok,
Én csak azt mondtam, hogy kurva nagy válságban van. Elmondhatom, vagy téged is már irányítanak, bazd meg, már benn van az agyadban a chip, és már izé. De én már félek. Komolyan. Na, figyelj, Robi. Mert szerintem még ember vagy, és még a testvérem vagy, még a barátom vagy. Még szólok hozzád így utoljára. Figyelj, nekem volt akkor egy gondolatom, amire azt mondtad, köcsög, hogy zseniális. Letiltalak a gecibe. Most már te is letiltatsz a faszba. Nem tiltasz le, jelents fel, úgy az igazi. Figyelj. De úgy fogalmaz, hogy letiltattalak. Persze. Mert ez olyan istenüzemmód, kicsit pszichopata. Na mindegy, de hát egy vóktól mit várunk. Na, figyelj, következő a helyzet, hogy egyébként tudod, mi a vók? Bazd meg, most jutott eszembe. Ugye éberség, és kiket hívtak ébereknek a Bibliába és a Hénok könyvébe? A bukott angyalokat, akikből ördögök lettek. Azoknak volt a vóka megnevezésük, baszki. Ez most jutott eszembe, esküszöm. Na, zárójelbe zárva. Hát ez kurva jó, baszmeg. Miért nem így van? Hát kurvára így van. Hogy őket angyaloknak képezték. A virrasztók, csak aztán... a virrasztók, az éberek, azaz vók. Nem az. Na. A Nephilimről beszéltem, teológus barátom, én jobban értek hozzá, téged meg már kirúgtak, úgyhogy csá. Na, maradjunk abban. Robi, egy bukott pap, akit azóta már az ördög elrángatott a templomtól, hozzászólt. Na, szóval a következő, egyébként egy nagyon kedves barátom, szeretem őt, pont ezért beszéltem. Meg ne kísértsen az ördöggel, vágod. Na, és volt egy gondolatom, és a szárnyas feljavadász jutott eszembe. A szárnyas fejvadász, ami szintén egy Philip K. Dick novella, álmodnak-e a androidok elektronikus bárányokról. Egyébként kurvára más a film, meg a novella, kisregény, tök más. Mindegy. És abba viszont a filmbe, mivel kezdődik? Egy tesztel. Van egy teszt, és a fejvadász kiszúrja, hogy android vagy ember. És az jutott eszembe, hogy kurva jó ez a kihívás, hogy a mesterséges intelligencia lenullázza a képzőművészetet. Igen. És lehet, hogy lesznek olyan képzőművészek, akik olyat csinálnak, amit a mesterséges intelligencia nem. És ez lesz a teszt, egyrészt az igazi művészetbe, ami mögött szenvedés áll, átman áll, purusa áll, lélek áll, alany áll, érted? És ugyanakkor kiszúrja az imposztort, ami meg a mesterséges intelligencia. Mert a mesterséges intelligencia lenullázza az emberi imposztorokat, a szélhámosokat, mert ő jobb, viszont az igazi művész majd lenullázza a mesterséges intelligenciát. És ez valahol az embernek, meg az emberi léleknek az ellenállása lesz a Skynettel szemben. Érted, cinikus barátom? Mennyire jó, hogy elnyújtottuk az orgazmust, hát így kell elmenni. Na, tapsot a elélvezéshez. De egyébként most jó, most poénkodunk, meg önironizálunk, meg magunkat is cikizzük, de egyébként ezt valahol komolyan gondolom. Ezt a gondolatot komolyan gondolom. Tehát, hogy valaki olyat fest, amit a mesterséges intelligencia nem tud. Érted? De hidd el, hogy és abba... nem a kül, az igen, olyan nem a kül igen, alak. Igen, de azt is hidd el, hogy amint megfesti, amint a tesztből kikerül az, hogy a mesterséges intelligencia leszerepelt, és kigyőzte le, kiverte meg, abban a pillanatban az is felkerül az adatbázisba. Igen. A mesterséges intelligencia a következő igen, a következő versenyen, vagy a következő vizsgán már ezzel is számol. Tudod, milyen ez? Mind amikor a rendőrség kitalál valami új, és a szervezet bűnözés kitalál erre valamit, a rendőrség erre megint reagál, a szervezet bűnözés megint reagál, és ennek így nincs vége. Érted? Ilyen értelemben a robottal versenyez az ember. Igen.
Igen. De ez hát az embernek a... még az embernek még mindig megvan az esélye, hogy behatoljon a robotnak a felség területére. Ja, ja, ja. A robotnak meg végtelen szélhámosság potenciálja van. Az egyiknek végtelen művészeti készsége van, a másiknak végtelen szélhámosság készsége. De tényleg, beláthatatlan. De úgy, hogy a mesterséges intelligenciának nincsen alkotási készsége, de az embernek mindkettő van. Csak sokkal gyengébb a mesterséges... gyengébb a szélhámosságra való készsége, mint amilyen a, gépnek. A mesterséges intelligencia a tökéletes szélhámos. A tökéletes imposztor. Na de erre mondom azt, érted? Hogy az imposztorokért eljött a végzet, mert ez az ő piacuk. És most a mesterséges intelligencia kiszorítja őket a picsába. Amit ők eddig tudtak, az a semmi. Amire ők azt hazudták, a banán a falon, tudod, vége van. Ja, de várj. Na erre mondom, hogy... Egy valami még tartja azt a piacot, hogy XY menedzselt és hype-olt név kapcsolódik ahhoz a rajzhoz, vagy ahhoz a banánhoz, érted? A mesterséges intelligenciának meg nincs neve. Mert személytelen. Egyébként ugye személytelen, tehát mehanon, antikrisztus, a szélhámos még mindig ember. Még mindig ember. Kérdés, hogy a piacot tudja tartani az emberi szélhámos szemben az antikrisztusival. Hoppá, ez hogy van? Szerintem maga a profilozás... azon alapul, hogy te nem személy vagy. Mint személy nem vagy profilozható, mert nem következel, mint személy a fogyasztói szokásaidból. De, mint személy leképeződsz a fogyasztói szokásaiddá, ez bizonyos értelemben olyan, tehát amikor a János jelenések könyvében a fenevad jeléről van szó, csak az nyerhet bebocsátást az antikrisztushoz. Az vehet és adhat el, akinek a homlokán ott van a jel, a 666. Na, ez a jel... taxis szám is, nem? De ugye ez a jel, ez a vonalkód. Ez a vonalkód. Ez az, amiben nem személy vagy, hanem egy... az adatbázisnak egy eleme. Te egy fogyasztói kosár vagy. Azzal a fogyasztói kosárral vagy azonos. Az a fenevad jele. Te bocsátatsz be az antikrisztus uralma alatt álló földre. Tudod? Így van. A bizonyos értelemben ez egy virtualitás, hiszen ott nem személy vagy, nem az vagy, aki oda megy a másikhoz és azt mondja, hogy adj egy cigit. Igen. Hanem az a valaki vagy, aki összeáll a fogyasztói szokásaidból, meg a nagyjából a fogyasztói szokásaidból, kultúrafogyasztói szokásaidból, meg termékfogyasztói... A fogyasztói szokásaiból, nem is kell ezt ragozni. Igen. Csak a fogyasztói szokásaiból. A fogyasztói szokásaid... A feljelentés az fogyasztói szokás? Nem. Nem, az kilép ebből is. Hó, bazd meg! Akkor az egy magasabb rendűbb állapot? Én feljelentő vagyok, tehát szembe igen, állok mert a fogyasztói igen, mert de tudod, hogy ne, 20. századibb. Ilyen értemben kommunistább, ahogy fogalmaztál, bolsevistább és igazibb. Aha. Igazibb. Ez a régi játék, tudod? Olyan játék, ahol nem az van, hogy én gyűlöllek, és ilyen az arcodba egy kesztyűt dobok, hanem hogy így talpal, nagy erővel úgy szállok beléd, hogy kiszakadjon bazd meg a térded, vagy valami ilyesmi. Az, hogy az arcodba kesztyűt dobok, az a 18.-19. század. Igen, de tudod? Az, hogy megüzenem neked, hogy te egy szarházi vagy, vagy rádírok, és azt mondom, hogy menj a kurva anyádba, az mondjuk a 20. század második fele. Az személyes. Személyes, az igen. Személyes. De ugye az még 20. század. De amikor följelented őt, az is 20. Olyan... század, Robi, névtelen feljelentés, pont az előbb mondtam. Igen, de az neki mégiscsak egy saját fogyasztói komfortját meghaladó igény, hogy téged följelentsen, hogy téged letiltasson, hogy te neked ártson. Igen. Ehhez nem fűződik
kényelmi vagy élmény, abban az értelemben vett élményigénye. Ő neki, ő ártani akar neked, és ilyen értelemben van egy ügye. Aha. És ebben a dologban, 20. századi, és ebben a dologban még akár tisztelni is lehet, mondván, hogy bazd meg, legalább van egy ügye. Nem egy tényleg egy agymosott pláza zombi, hanem valaki, aki mondjuk tévelyeg, mondjuk a rossz úton jár, mert nem látja a prófétát benned. De ha nem épp az ellenkezőjét látja, hanem a sötétségnek bazd meg a... Na, elkezdtem tisztelni a feljelentőmet. Ez egy lelki gyakorlat. Lehet, hogy még szerelmes is leszek bele, bazd meg. Na hát, mi idealisták, érted? Tiszta ilyen elvtársi szerelem a sztálinizmusba. De... Rózsát küldhetek neki általad? De nem... Vörös rózsát. A véremmel. Jaj, jaj, túl nagy szavak ezek. Képzeld, tudod, mit álmodtam a múltkor? Kurva érdekes volt, párbajoztam nőkért, és ilyen patyolat tiszta, hosszú fehér ing volt rajtam, ilyen zsabós, és így a kard, és ilyen nagyon jó pengéjű kard volt, van egy ilyen családi kard, és az került be az álomba, ilyen régi kard, de még így hajlogattam, és bazd meg nem került sor a kibaszott párbajban, fölébredtem, és olyan szar volt fölébredni belőle. Na mindegy, na maradjunk. Zene. Jó, hát első, tudod, szerintem... Mesterséges egy... Skynet, Robi. Igen. Skynet. Szerintem nincs azzal semmi baj, hogy bizonyos művészeti ágak elsüllyednek, és bizonyos művészeti ágak felemelkednek. Ezzel a világon semmi baj nincs. És ezeket is el kell tudni gyászolni, meg el kell tudni engedni a puka, ahogy el kell tudni engedni a papírt, meg a papíralapú könyvet, amiben beleszagolok, és az igen, olyan jó igen, érzés. Igen, ez a régi zénk. A Robi, a Robiról tudni kell, hogy a Robi... technokrata, futurista, tálib. Ő, mivel diszlexiás, nem tud könyvet olvasni. A levéltárakat gyűlöli, mert nem látja kivenni. Ezért szereti, hogyha azokat megsemmisítik. Ugye, Robi? És a múlt hagyatéka átkerül, bazd meg, te ilyen undorító futurista vagy, bazd meg, ezt sose tudtam megérteni, hogy a fasiszta, ugyan már, ne dicsérd már a barátomat. Azért, te figyelj, bazd meg, Hanvas Bélát van képed állandóan idézni, és a legocsmányabb futurista meg. Dolgok valamit mellett meg, azt ugyan... nem tudod, hogy ez a fajta futurizmus rokon, bazd meg, a kultúra rombolással? Szerintem meg, Robikám. Szerintem meg a formának a tisztelete, a rokon a bálványimádással, apukám. Ja, hogy én? Kurvára, ja. Hát, az, ahogyan vagyok... bazdmeg a formát tiszteled a tartalom helyett, a lényegét, bazd meg. Tényleg, bazd meg. Én katolikus vagyok, ő zsidó. Vagy muszlim. De tényleg, nekem a könyvtár, a levéltár, basszátok meg izét, tehát berendezett templom szobrokkal, te meg egy talmudista fasz vagy. Érted? Ne ábrázoljuk az Isten, hanem digitalizáljuk, értitek? Nem, nincs ábrázolás, bazd meg, se könyvtár, se levéltár, digitalizáció, jövő, JHVH. Ugye? Közvetlen hozzáférésünk van a kultúrához, a kultúra velejéhez, a katarzison keresztül. Semmi szükségünk nincs a lapoknak a szagára, meg a lapoknak de, a tapintására. Nekem semmi igen. Szükségünk nincs a celluloidnak a pergésére, ahogy halljuk, hogy pereg a film, nem ettől film. Rájöttünk. Értjük, hogy fáj elengedni. Ez egy gyász folyamat. Jó, akkor most figyelj. Neked vannak kedvenc tárgyaid? A faszodon kívül. Nincsenek. De ennyire könnyűt kérdezni? Várjál, én emlékszem, hogy oda voltál azért a telefonborítódért, amin az SR kép volt rajta, az egymást rajzoló kezek. Miért szeretted te azt? Miért nem jó digitalizálva, bazd meg? Miért festetted meg a Hitler... kálváriát a Ötvös Gáborral rendes festménybe. Miért nem volt jó az elektronikus formában? De miért nem? De azonnal fölkerül. Én nem azt mondom,
hogy ne létezzen. Már visszakozol. Nem, én azt mondom, hogy a mesterséges, hogy mondjam, a ötvösnek a gyereke, vagy bármilyen mai nagy művésznek, vagy akár Eschernek, ha Escher, mondjuk... Ő nem művész, hanem filozófus. Igen, hogyha tudod? Escher, igen, hogyha Escher mondjuk egy fél évszázaddal később születik, akkor már nem szitanyomatot gyártott volna, hanem akkor már ő is gépen gyártotta volna a képeit. Ha lett volna digitális szintetizátor Mozart idején, te akkor el tudod értem, képzelni, hogy értem, a Mozart azt mondta értem, volna, hogy tudom, én hozzá akarsz, nem nyúlok. Értem, én egy újjal hozzá tudom, nem nyúlok. Hát én ne, tudom, hát az tudjátok, nem lenne igazi kultúra. Figyeljetek, az egyik legjobb apu, Én nem szoktam apukat visszahallgatni, ez az egy, amiben szoktam, ezt nagyon szerettem, amikor könyvekről vitatkozunk. Puzsér mondja nekem, te annyira vágyvezérelt vagy, hogy nem veszel tudomást a korszellemről. Mondja nekem Robi barátom, tedd le azt a kurva sört, és Ezt nem a Robinak mondtam, ezt egy kedves vendégnek, aki sörrel kínálta meg. Nagyon jó ez a rádiójáték. Így van. Szóval, és akkor mondod, te... Milyen... Ekkor bejött egy piros ruhás rác, de elsétált a pult felé. Igen. Fam, úgy gondolta, most már mond valamit. Igen. Na, és akkor érted, hogy milyen vágyvezéret vagyok, hogy így szeretem a könyveket, és akkor próbáltam neked magyarázni, hogy bazd meg, a könyvnek egy tárgyi kultúrája is van, a varázskönyvek, amikor megfogod, megszagolod egy műalkotás, egy műtárgy, nem csak egy puszta információ, bazd meg, hanem egy tárgy, amit a kezedbe fogsz, érted? Ahol a betűk, a héber betűk, akkor ari vagyok, lángra kapnak, és érted? Ezen múlik. Tűzbetűk, vagy a rúnák, hogy náci legyek, bazd meg. Érted? Tehát, hogy nem, nincs igazad, Robi, a könyv nem csak információ, nem csak a műalkotás, bazd meg. Azt mondod, hogy a könyv az nem csak hordozó, hanem maga a műalkotás. Így van, pontosan, és van szaga, csak van akkor tapintása. Egy valami... És hogyha te, bazd meg, a könyveknek, meg a levéltári anyagoknak, meg az okleveleknek, érted? Azt mondod, hogy csak információ. Akkor föladjuk az érzékeinket. Nincs szaglásunk, nincs tapintásunk, nincs látásunk, nincsenek színek, semmi nincs, bazd meg, csak gondolat, testetlen elme, tiszta szellem. Ez tiszta szellem, és nincs mögötte semmi, bazd meg. Jó, ez az Antikrisztus. Jó, vegyünk egy ilyen példát, vegyünk egy ilyen mintát, mint amiről beszélsz. Nincsen semmi, csak a szellem, csak az Antikrisztus. Nincsenek érzékszerveid, vágod? Becsüld meg nekem, kérlek, hogy egy könyvnek, ami egy regény, ami regénynek vannak hősei, aminek regénynek vannak fordulatai, és végül van egy nagy tanulsága, érvénye, van egy nagy katarzisa. Hány százaléka a művészetnek, amit a könyv ad, a cselekmény, a katarzis, az abból a nyelvből, meg abból a szóhasználatból kibomló tartalom, és hány százaléka a papír, amire nyomtatták, hány százaléka a borító, amibe kötötték, hány százaléka a betűtípus, amivel nyomtatták, és a rajzok, amivel illusztrálják. Becsüld meg az arányt, kérlek nekem, nem most. Nem tudom megbecsülni, de kibaszol. Kérlek, becsüld meg. 50 százalék, Robi. A fasz! Lónak a faszát! 50 százalék. Nem 50, nem amikor 50. Amikor elmegyek az antikváriumba, jó, oké, nem tudok veled vitatkozni, mert te mesterséges intelligencia vagy. Te nem megbélyegzés, tudod. Megbélyegzés, följelentelek a kurva anyádat. Jó, igazad van. Nocsak! Tényleg. Milyen hirtelen amikor... igazam lett? Hát persze. Hát egy mesterséges intelligencia nem ember, tehát feljelent. Na, a nem ember feljelent. Nem, ha ember feljelent. Igen. Hát nem. Jó.
Figyelj, bemegyek, te akkor nem ismered azt, amikor bemész az antikváriumba, lehet, hogy a tartalmát már kívülről tudod, de megpillantod azt a könyvet, ami mondjuk a gyerekkorodban volt, és azokat az ábrákat, és rengeteg plusz van benne a könyv puszta tartalmán, és mondani valóján túl. Jó, ha rengeteg ezt plusz! Nem, ha ezt nem érted, értem, akkor értem, tényleg nem értem, vagy értem, emberi rengeteg lény. Plusz, és kezeljük a helyén, mondjuk azt, hogy 3%. A faszomat mondjuk azt, hogy 6%. Mondok valamit, van amikor... Mondjuk azt, hogy 9%! 99%! A faszomat! 99%! Mondok egy akkor példát. Az nem könyv! Mondok akkor egy, az de! És el is mondom, hogy miért nem esek el, még annyira részeg nem vagyok. Elmondom neked miért. Memegyek és meglátom, bazd meg, Tokaito visszatér, NDK-s, valami, a faszomat érdekel már a tartalom, hiszen 14 éves koromban már elolvastam, és mégis megvettem, mert az egy olyan emlék, amivel az íz, szag, illatok visszajön a gyerekkoromnak az a lényege. Akkor bazd meg, itt mit csinálsz te, mint mesterséges intelligencia? Elmész a picsába, itt buktál meg! Na, még várjál! Itt ezt még majd nyilván valamikor folytatjuk, és lassan-lassan lejár majd a műszak. Viszont szeretnék felolvasni valamit. Kedves besúgó és feljelentő barátaimnak, illetve szerelmeimnek, akiben most már halálosan beleszerettem, hogy kik is ők valójában. Kis 20. századi reminiszencia. Visszatérünk egy keretes szerkezet. Ezzel kezdtük, ezzel fejezzük. Vörös Sándor, egyszer régen ezt fölolvastam. Kedves barátaim, legyetek szívesek kussolni még egy picit, aztán majd szövegelhettek, és ne törjétek össze a poharakat. Ez a Vörös Sándor 9. szimfóniájából a szörnyetek koporsója részlet, és azt mondja, a Hujcinka a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte, csak egy pici motto, és itt jön annak a Vörös Sándori leírása, ami máig érvényes bizony a Facebook feljelentőknél is. Azt mondja, kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek, sok csecsemő és rádió szól, s lógófüllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek, gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves. Mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nemzenek, csordákba verődve haraggal, hosszú lógó bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mint büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, és mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok. Kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok, mint a szatírok és najádok, származnak a gázmesterek. Meg nem született, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék, falánkok, mint a pontyok. Ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak, és megfúlnak az emberek. Törmeléket, rongyot rabolnak, mohón hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.
Jó éjszakát kívánunk! A poharakat vigyétek vissza!